Üdvözlet mindenkinek! 2018. október 16-án ez az élőadás az Infobubble 2-es csatornán, és ezúttal ismét csak folytatni fogjuk az eddig már megszokott rutint. Egy újabb videót fogunk megnézni, és meg fogjuk próbálni kideríteni, hogy mi az, amit ebből leszűrhetünk a közeljövőre, illetve a jelenre nézve, hogy hol is tart a fenevad rendszere, illetve annak a kiépülése milyen stádiumban van. Amíg várakozunk, addig elmondanám, hogy mostantól megpróbálok minden kedden 8.30-tól itt lenni, ugye eddig a Szukót vagy a Sátrak ünnepe az közbeszólt, szóval ezért kimaradt egy hét, de most úgy tűnik, hogy helyreáll a rend. Majd meglátjuk, hogy alakul november és december, de mostantól meg fog próbálni hetente jelentkezni, ahogyan az eddig is volt. Még egy kis idő, és aztán vissza tudunk térni az Infobubble 1-es csatornára. Még nagyjából, hát 6 hét, úgyhogy azért annyira nincs közel, de hamarosan az is meg lesz. Addig pedig itt fogjuk folytatni. Üdvözlet mindenkinek, aki szép lassan kapcsolódik be. Ha esetleg addig a linket megosztjátok a különböző oldalakon, az nagyszerű lenne. Ha bármiféle kérdés van, akkor azt most még tisztázhatjuk, de egy percen belül el fogjuk kezdeni, mert szeretném ezt a videót befejezni ezúttal, és nem akarom, hogy eltartson túl sokáig. Hogyha bármiféle probléma van a képpel vagy a hanggal, akkor azt tudjátok jelezni. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezen a téren. De majd biztos szóltok, hogy ha bármi probléma is van. Megpróbáltam közben ezt-azt variálni, hát ha így jobb lesz. Úgyhogy, hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy sikerül, majd visszahallgatom, és akkor talán többet fogunk tudni. Oké, akkor ne is húzzuk az időt, mert bár nem hosszú a videó, de már a tapasztalatok azt mutatják, hogy mindig elhúzódik ez az egész egy kicsit. Úgyhogy vágjunk bele. Ez egyébként, ahogy elég sokszor eddig is, Jason A-nek az egyik összeállítása. Aki ismeri, vagy nem ismeri, nem tudom. Nagyszerű csatorna. Angol nyelvű ugyan, de minimális tudással meg lehet érteni, hogy mi is az üzenet, és mi is az, amit akar. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy csatlakozzon rá, és akit érdekel ez a téma, az mindenképpen kövesse. Rendben. Ezek után nézzük a videót. A videó technológiáról fog szólni nagyjából, a neuromarketing, majd megbeszéljük, hogy mi is ez pontosan, mesterséges intelligencia kínai iskolákban, amiről már volt szó korábban, de most valamennyivel másabb megvilágításba fogjuk ezt az egészet megtekinteni. Azután egy érdekes dolog, az pedig egy interaktív film, ami az emberek agyhullámai alapján változtatja a forgatókönyvet menet közben. Azt követően van benne egy rövid részlet, arcfelismerés és a marketing, illetve a reklámok világa, befejezésképp pedig mesterséges intelligencia által működtetett személyi titkár, illetve szintén egy arcfelismerő rendszer, ami a hírességek arcát ismeri fel élőben. Szóval szerintem elég érdekes lesz, és még egyszer üdvözlet mindenkinek, aki esetleg tudja, az megoszthatná a linkeket különböző oldalakon, Facebookon, itt-ott, amott, illetve hát ennek a livestreamnek a linkjét, de most már tényleg nézzük, hogy miről is van szó.
Facial expressions obviously give away a whole host of non-verbal information, and there are companies who are trying to uncover your hidden reactions to better market their products. Amiről szó lesz, az ugye neuromarketing és arcfelismerő programok elemzik az ember arckifejezését, és ez alapján megpróbálják a megfelelő terméket, illetve a megfelelő reklámot ugye kapcsolatba hozni a potenciális vásárlóval. Emotional data can be used against us because we always feel something. So although we think we are logical beings, research shows that even when we are not aware or even when we are not conscious, we always have a feeling about things. Amiről szó van az az, hogy az érzelmi adatokat, illetve ezeket, amiket összegyűjtenek az arcfelismerő szoftver segítségével, ezeket használhatják az ember ellen. Amiről beszél a hölgy az az, hogy bár mi úgy gondoljuk, hogy logikus a működésünk, alapvetően az embereket az érzelmeik uralják, és ez különösen igaz a mai világra, azon belül is a nőkre, de úgy általánosságában véve én szerintem most már a legtöbb embert, hát hogy is fogalmazzak, a legtöbb emberen úrrá lettek az érzelmei, és a logika, a pragmatikus gondolkodás, a praktikus hozzáállás a dolgokhoz, ezek kihaló félben vannak. We like it or not, we dislike it or not, and that actually affects our decisions, affects even our learning, our attention, all of that. Érzelmeink hatással vannak a döntéseinkre, a döntéshozatalra, illetve a tanulási képességeinkre. Szerintem ezt mindenki tapasztalta, vagy a saját életében, vagy a az őt körülvevő emberek életében. Your emotional responses are a key component in purchasing, even if you don't realize it, and companies want that crucial emotion data. Ugye, amiről beszél az az, hogy vásárlás során az érzelmek óriási szerepet játszanak a döntéshozatalban. Természetes az, hogy van az embereknek egy apró hányada, akik úgy vásárolnak, mint én, tudom, hogy mi az, amire szükségem van, utána nézek, kiutatom, és megveszem, engem abszolút nem érdekel semmi más, de az emberek nagy része az nem ebbe a kategóriába tartozik. Most ez jó vagy nem, abban nem akarok belemenni, de az kétségtelen, hogy sok fejfájástól ez megkíméli az embert, azonban az emberek túlnyomó többsége nem ebbe a kategóriába tartozik. Nem is azt mondom, hogy mindenki teljesen impulzív, és csak bemegy a boltba, megveszi, ami éppen kedve van, de a legtöbb ember valahol a két véglet között helyezkedik el, és szerintem inkább eltolódik az úgynevezett impulzív vásárló felé, aki az érzelmeire hagyatkozik, és megveszi éppen azt, amihez kedve van. Welcome to the world of neuromarketing. És ugye ez a rendszer, a neuromarketing, neuro mint idegrendszer, marketing mint ugye marketing vagy reklám, és vagy kereskedelem, és én az érzelmek elemzése, illetve az arcfelismerő rendszer által gyűjtött adatok és a marketing összekapcsolása ez, amiről itt szó van, úgy mint neuromarketing. Mielőtt ebbe belevágunk, megmutatom, hogy mi az, amit a Wikipedia ír a neuromarketingra, hát ha valakit érdekel. A marketing kommunikáció egy olyan terület, amely a marketing kutatások során a neuropszichológiai ismeretekre, eljárásokra alapozva igyekszik felmérni a fogyasztók szenzomotoros, kognitív és affektív válaszait a különböző ingerekre. Olyan technológiai alkalmaz, mint például a funkcionális mágneses rezonancia, ez ugye az MRI, fMRI tulajdonképpen, és az elektroenkefalográfia, ez az EEG, amit mindenki ismer, vagy a nyugalmi állapotú tomográfia. A kognitív az értelmi, illetve így van, értelmi válaszokról szól, a szenzomotoros pedig az érzékelés, illetve az arra adott motoros válasz, gyakorlatilag a mozgás, a szenzomotoros, különösen ami az érzékszervekből beérkező információ és az arra adott motoros válasz tulajdonképpen, amiről beszél. Ezen kívül különböző az alany fiziológiai állapotában, ideértve szívritmus, légzésszámot, galvanikus bőrreakciót, bekövetkező változások mérésére alkalmas érzékelőket is használ. Az arc kódolásán keresztül a fizikailag kifejezett érzelmek,
a szemmozgás követés által pedig az aktuálisan a figyelem középpontjába kerülő dolgok kerülhetnek rögzítésre. Elég összetett ez az egész rendszer, magyarul bármiféle módon, de adatokat gyűjtenek az emberekről, azokat összegzik, és abból levonnak egyfajta következtetés arra nézve, hogy mi az a termék, ami érdekel minket, vagy érdekli a potenciális vásárlót. De azt láthatja mindenki már most, hogy ez egy eléggé összetett rendszer, és technológiailag igen fejlett. Most az, hogy ez mennyire szükséges, szerintem fel se tűnik már senkinek, hogy mennyire abszurd az, amiről szó van. Mégpedig, hogy MRI-t használjanak, meg EEG-t annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy melyik az a termék, ami engem érdekel, és aztán azt valahogy eladják. Ez egyszerűen hihetetlen. De ez csak mutatja azt, hogy milyen abszurd világban élünk, hogy az embereknek ez fel sem tűnik, hogy a szívritmust, a légzésszámot, meg a galvanikus bőrreakciót többek között nézik annak érdekében, hogy kitalálják, hogy mi az, amit el lehet adni az embereknek, és hogyan. Hogyha manipulálásról van szó, akkor ez ott van a csúcs közelében. Az említett módszerek mindegyikének célja, hogy feltárja, mely agyi területek érintettek a vizsgált folyamatok során. Ezek nem is már tudatos döntések, amikről szó van, hanem sokkal inkább, ugye, hát tudat alatti mindenképpen ösztönös reakciók, hiszen ezek egyikét sem tudja az ember befolyásolni. Amiről szó van, az tulajdonképpen az, hogy összegyűjtik azokat az ösztönös reakciókat, amiket adunk bizonyos termékekre, és azokból egy következtetést levonnak. Egy érdekes dolog. A koncepció maga a neuromarketing és a pszichoanalízis technikát alkalmazó marketing egy új keletű módszer a fogyasztók megértéséhez. Igazából engem annyira nem érdekel a marketing, és nem is azért mutatom meg ezt a videót, vagy cikket, vagy ezt az egész témát, hogy a marketingről legyen szó. Én sokkal inkább azt akarom megmutatni, hogy ha erre képesek, akkor vajon mi másra lehet ezt felhasználni? A helyzet az, hogy kit érdekel, hogy milyen termékre hogyan reagál valaki. Sokkal érdekesebb az, hogy mondjuk egyes politikai döntésekre, vagy hírekre hogyan reagál valaki. És akkor azt ugyanúgy lehet analizálni, mint ahogy ezt. És abból levont következtetés alapján, mint ahogy azt látni fogjuk, az ember életére nézve sokkal súlyosabb döntéseket meg lehet hozni. Legalábbis azok meg tudják hozni, akiknek a döntés hozása kezében van. Ez a neuromarketinget a big data, vagy a nagy adat segítségével is alkalmazzák, modern hirdetési csatornák, például a közösségi hálózatok, a keresési magatartás és a webes elköteleződési minták megértésében. Minden, amit az ember online csinál, minden egyes mozdulata rögzítve van, és azt ugyanúgy elemzi ez a rendszer, és aztán az annak megfelelő hirdetés az, amivel szembe találjuk magunkat. De nem ez a fontosabb, hanem ha ezt gondolom nem újság senkinek, de hogyha minden egyes lépésünket figyelik, akkor tudjuk, hogy az összes videó, amit néztünk, minden keresési cím, az összes kettős kereszt, bármi, amit csináltunk, az mind-mind részét képezi annak a big data-nak, vagy nagy adatnak, amit aztán felhasznál a rendszer, annak érdekében, hogy meghatározza, hogy ki milyen kategóriába sorolható. Még néhány dolgot erről a neuromarketingről, a mágneses rezonancia, vagy MRI, az EEG, a biometria, arckódolás, szemkövetés és más technológiák használatával dolgozik, hogy feltárja, miként reagálnak a fogyasztók a bemutatott termékekre. Képzelj el mindenki, hogy ugyanez van egy tüntetésen, vagy egy iskolai órán, vagy lassan már az utcán, hiszen mindenhol ott vannak a kamerák. Ott ugyanúgy ezeket a dolgokat képesek mérni. Nyilván nem MRI-t, bár azt még talán, de azért vannak korlátai ennek, viszont nagyon sok adatot ezek közül meg lehet szerezni egy egyszerű kamerával. És az azokhoz kapcsolódó egyéb ingerekre.
hogyan reagálnak az emberek. A neuromarketing, és ez az érdekesebb igazából, a fogyasztók agyában végbe menő tudattalan információ feldolgozást vizsgálja, szóval az ember nem is tudja ezt befolyásolni. Gyakorlatilag hamarabb megértik, hogy mi mire gondolunk, vagy mi a reakciónk, mint mi magunk, hiszen a rendszer a nagyszámú adat alapján ki tudja szűrni, hogy bizonyos reakciók mely gondolathoz tartoznak. Olyan értelemben, hogy például elhisszük-e azt, amit a tévében mondanak, vagy egyet értünk-e valakinek a nézeteivel. Mondhatom én azt, hogy jó, persze, igazad van, nagyszerű, amit mondasz, te vagy a legnagyszerűbb dolog. De ha nem így gondolom, attól még ez a rendszer fel tudja azt ismerni. Ma gyakorlatilag úgy működik, mint egy hazugságvizsgáló. Csak annak egy kifinomultabb formája. Az emberi döntéshozatal mind tudatos, mind nem tudatos folyamatokon keresztül is megvalósulhat. Ez teljesen egyértelmű mindenkinek. A nem tudatos információk nagy befolyással bírnak a döntéshozatali folyamatokra. A szokásos piackutatásokat, mint fókuszcsoportokat, felméréseket általában a viselkedés és döntéshozatal megértéséhez használják. A piackutatók, ugye a neuromarketing, azonban nézzük akkor, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ezen piackutatási eredmények nem mutatnak egyezést a célpiac által a vásárlás során mutatott tényleges viselkedéssel. Szóval az, hogyha az ember, ezt gondolom mindenki ismeri a fókuszcsoport dolgot, összegyűjtenek egy kupac embert, mutatnak nekik egy terméket, és megkérik, hogy mondják el a véleményük. A lényeg, hogy a neuromarketing ezzel szemben az MRI EEG használatára összpontosít, amely eljárások az agyi elektromos aktivitást és a véráramlást mérik. Ezt az információt használják fel annak megállapítására, hogy a termékek vagy hirdetések stimulálják-e a pozitív érzelmekhez kapcsolódó agyi területeket. Ez a koncepció azért jött létre, hogy lehetővé váljon a termékekhez, reklámokhoz, döntéshozáshoz kapcsolódó fontosabb emberi érzelmek és viselkedési minták tanulmányozása. Én csak remélni merem, hogy ez másnak is legalább annyira érthető, mint számomra, hogy mi is ennek a következménye az ember életére nézve, de megpróbálom még egyszer elmondani valamivel másabb perspektívából. Igazából a marketing része ennek az egésznek nem fontos. Sőt, ha belegondolunk abba, hogy a mi viselkedésünket ugyanúgy követik az interneten, sőt a kamerák segítségével, de biztos vagyok benne, hogy az összes hanganyag, ami készül az emberek részéről, azt mindet rögzítik és elemzik, akkor mekkora, gyakorlatilag a legtöbb ember robotpilótán éli vég az életét. Fogalma sincs arról, hogy hol van, mit csinál, vagy miért csinálja, csak egyszerűen csinálja, mert az összes többi ember ezt csinálja, az kész. De a rendszer gyakorlatilag többet tud az emberről, mint az ember saját maga. Hiszen a nagy számok törvénye alapján képes olyan következtetéseket levonni, amelyek szerintem közelebb jutatják az ember megismeréséhez, az egyén megismeréséhez, mint az az egyén saját maga, hiszen az leéli az életét robotpilótán, nem figyel semmire. Csak megy oda, ahova küldik, meg sodorja éppen a szél. De hogyha képesek ezt analizálni, akkor képesik az embereket befolyásolni és manipulálni is. Végül is ez az egésznek a célja, nem? Azt nézik, hogy milyen a reakcióm egy termékre, hogy azt át tudják alakítani, hogy én számomra vonzóbb legyen. Szóval mi a manipuláció, hogyha nem ez? Hogyha ezt meg lehet csinálni egy termékkel, akkor gyakorlatilag az életben minden egy termék. Például az, ami ezen a csatornán történik, az egy termék. Olyan értelemben, hogy van egy nézőpont, amit én megpróbálok átadni azoknak az embereknek, akik itt vannak hétről hétre, vagy nézik a videókat. Ez egy termék. Valamilyen formában engem csak nem érdekel, hogy ki hogy reagál rá, vagy mit gondol, vagy mit érez, vagy mi az ő véleménye. De hogyha rendelkezésemre állna az az információ, amiről itt beszélnek, akkor képes lennék manipulálni úgy a mondani valót, hogy egyre több és több embernek ez vonzó legyen, és akkor egy mesterségesen generált
követő csoportot létre lehetne hozni. Ez tulajdonképp amiről beszél. Legalábbis nagy vonalakban ez. Hogyan lehet manipulálni az embereket? Először meg kell őket tanulni, azután ez egy egyszerű dolog szerintem. Az emberi megismerés és viselkedés fokozottabb megértése a biológia és a társadalom tudományok integrációjához vezetett. A neuromarketing ötvözi a marketinget, a pszichológiát és az idegtudományokat. Gyakorlatilag az ember manipulálása tudományos módszerekkel. Úgy, hogy a legtöbb ember nem is érti ezeket a módszereket, hiszen ezeket nem is tanítják az iskolában, meg a legtöbb embert nem is érdekel. A fogyasztók magatartása mostanra mind az egyéni tudatos döntések, mind pedig a mögöttes agyi aktivitások szintjén vizsgálhatóvá vált. Ez minden egyes mondat aranyat ér azok számára, akik értik, hogy ez mit jelent. Gyakorlatilag már nem csak azt a statisztikát tudják megszerezni, hogy hányan vették, meg mit tudom én, mikor leértékelték ennyivel, akkor ennyien vették. Már nem kell megkérdezni, hogy ki honnan jött, meg mi az irányító száma. Hogyha kártyával fizet valaki, mindent tudnak róla. De így, hogy ezeket a technológiákat alkalmazzák, így most már még azt is tudják, hogy mi az, ami a tudatában lejátszódik, nem csak a magatartását tudják figyelni. Ez egy egészen elképesztő fejlemény, hogy ha valaki érti, akkor ez egy aranybánya, és ez csak úgy ott van az interneten ingyen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki, amíg ideje van, addig még tanulmányozza ezeket, mert az idő közeleg, amikor semmi ilyesmi nem lesz elérhető, és hogy mennyi ez az idő, láthatja mindenki. Ha most ők azt mondják, hogy itt tartanak, és ezt csinálják, akkor valójában hol tartott ez az egész, és milyen közel lehetünk ahhoz, mikor azt mondják, hogy jó, figyelj, csak ez a vélemény, vagy az a vélemény, ez nem fér bele. Plusz mindenki, aki ezt nézi, az nem fér bele, vagy azt, vagy amazt, vagy emezt. A megfigyelt neurális folyamatok vagy idegi folyamatok pontosabb előrejelzést nyújtanak az önbeszámoláson alapuló adatokhoz képest. Azaz ezekkel a technológiákkal szerzett információ pontosabb, mint amit az ember vissza tud adni. Jobban ismerik az embert, mint az ember saját magát. Természetesen az, hogy az ember hazudhat, vagy mondhat ezt, vagy azt, de én szerintem inkább arról van szó, hogy az ember maga nem érti, hogy mit miért csinál, annyira, mint amennyire ezek az adatok azt megmutathatják. A neuromarketing képes mérni a branding, ez ugye a márkák és a piaci stratégiák hatásait, még azelőtt, hogy azt valódi fogyasztók megcélzására használnák fel. Ez a branding, ez ugye ahogyan kialakít egy ember egy márkát, és mindent, ami ahhoz kapcsolódik, mondjuk bármelyik autómárka, vagy kóla márka, de teljesen mindegy. Mindazt, nem csak magát azt a szót, vagy a nevet, hanem az egész élményt, ami ahhoz kapcsolódik. Szóval lehetőségük van ezt az egészet mérni a tudatalatti szintjén. Nem hiszem, hogy bele fogok menni. Hát... Jó, legyen elég ennyi. Neuromarketing a Wikipédián, igazából ez egy rövid bejegyzés magyarul, de biztos vagyok benne, hogy angolul egy véget nem érő regény lesz, mint ahogy az is. Szóval angolul azért jóval több információ elérhető azok számára, akik beszélnek angolul, meg akiket egyáltalán érdekel ez az egész. De nézzük tovább a videót. Hey Siri, do you have a soul? Sorry, I've been advised not to discuss my existential status. Okay, ez arról, amiről beszéltem, a mesterséges intelligencia által működtetett személytitkár dologról szól. Ehhez majd később egyébként visszatérnek, ha jól emlékszem. Így van. Később visszatérnek, szóval hát nézzük meg, hogy mi az, amit most elmagyaráztak. Egyébként azt mondta Siri, hogy a programozás során úgy állították be, hogy a saját létezéséről nem adhat válaszokat, ugyanis ő azt kérdezte, hogy van-e lelked, és erre vonatkozóan azt válaszolta Siri, hogy úgy van programozva, hogy nem adhat erre választ a saját létezésével kapcsolatban.
Wait, but what's the real answer? Because arguably, this is what we want in all of AI, right? What do we want out of AI? A kérdés, amit feltesz, az az, hogy mindenkit érdekel az, hogy van-e lelke, és tulajdonképpen mi más is lehetne az, amit akarunk a mesterséges intelligenciát, a bocsánat, mint az, hogy legyen lelke. Something informative. Something that responds to what I say and do. Something that makes me feel less alone. But that can't be all AI is supposed to be. Ugye azt mondja, hogy amit szeretne, az az, gyakorlatilag egy társat ír le, hogy ne legyen egyedül, és hogy valami, ami reagál arra, amit ő csinál, vagy mond. Érdekes, hogy hol fajult a világ, és arról beszél, hogy ő egy mesterséges társat akar, ez az, amit szeretne a mesterséges intelligenciától, sőt, aztán azt mondja, hogy még ennél is többet. Because all of that already exists. So what next? The soul machines. És a következő fázis, amit szeretnének, az nem más, mint ugye ez a soul machines, ami lélekgép, de inkább szerintem egy olyan gépről beszél, aminek lelke van. Egyébként az alcím az egy új-zélandi cég, amely a mesterséges intelligenciát humanizálja, vagy emberibbé teszi. Én nem vagyok benne biztos, hogy... Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy biztos vagyok abban, hogy a legtöbb embernek nem áll össze ez az egész. Nem úgy értem, hogy itt most, aki itt van, hanem összességében véve, aki találkozik ezekkel a videókkal. Én meggyőződésem az, hogy az, ahogy mondtam korábban, hogy az úgy van. Az emberek nem csak, hogy nem elvesztették az érdeklődésüket, de... Szerintem van egy blokk, egy értelmi blokk a legtöbb ember fejében, ami egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy összerakja a képet. Sőt, hogyha neki összerakják, akkor sem képes arra, hogy megértse. És ez egy nagyszerű példa erre, ezek a videók. Amiről szó van az, hogy a kínai iskolákban, ugye erről már beszéltünk korábban, videóval azt nézik, hogy mi is a gyerekek reakciója, hogy nevetnek, vagy pedig grimaszolnak. Emotion and data are combining in ways that will radically transform. Ó, ezt megmutatom még egyszer, mert csak nekem most esett le, hogy miről van szó. Ez az arc itt ezt a négy érzelmet demonstrálja, ami itt van, ez boldogság, meglepetés, a undor és zavartság. Szóval ahogy villannak ki ezek a kis képek, az arc úgy változik, gyakorlatilag a gép utánozza az emberi arc kifejezéseket. Emotion and data are combining in ways that will radically transform our relationship with machines. És az adat, illetve az érzelmeink új kombinációja átformálja azt, ahogyan mi a gépekhez viszonyulunk. That could be advances in medical diagnoses, or just to learn our relationship with machines. Sőt, így analizálja maga a program az ő arcreakcióit. Ugye megvan ez a négy érzelem, és figyeli a szem, orr, illetve a száj mozgását, és gondolom az egymáshoz viszonyított helyzetét, és ez alapján megállapítja azt, hogy milyen érzelem az, ami az emberben kialakul. That could be advances in medical diagnoses, just to learn more about our strange human sense of humor. Amiről beszél, az, amiről mindig is beszélnek, hogy mi ennek a pozitív hozadéka ennek az egésznek, hogy megértsük jobban saját magunkat, illetve az orvosi felhasználási lehetőségek azok, amiket említ. Ugye ez, amiről már szó volt korábban, az, hogy a mesterséges intelligenciának az egyik szélsőséges felhasználása lehetővé teszi Kínában, az iskolákban, hogy a tanulóknak az érzelmeit gyakorlatilag figyelemmel kísérjék. Ez betekintés a jövőbe gyakorlatilag. És míg az amerikai iskolákban ugye amiatt aggódnak, hogy az általános tesztek túlsúlyba kerülnek, addig
Kínában ezt az egész megfigyelést teljesen új szintre emelték. És az alapján, hogy a kamerás megfigyelések alapján osztályozzák gyakorlatilag a gyerekeket, és pontszámot adnak az alapján, ahogyan reagálnak. És van egy szint, amikor jelzést ad a rendszer a tanárnak, egyébként ők a vészjelzés szót használják. And imagine this, in the future your emotions could influence the things that you watch. Ez pedig már arról szól, ami a következő téma lesz, de mielőtt azt megnéznénk, megmutatok néhány cikket erről a kínai dologról, néhány újabbat, ez a legutóbbi hónapból, és ez arcfelismerő rendszer és stb., de ez a HVG, ez a HVG egyik cikke, ami itt van. Egy durva bemutató, így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer. Ugye az acím az, hogy leave no dark corner, azaz, hogy ne hagyj egyáltalán sötét sarkot, szóval gyakorlatilag ne hagyj olyan helyet, ahol el lehet bújni ez a rendszer elől. Arról beszélünk, hogy több mint 200 millió térfigyelő kamera működik Kínában. Erről már volt szó, hogy alakul ennek a jövője, és mi az, amire számítani lehet. De én, ha jól emlékszem, akkor 800 millióról volt szó a múltkor, amikor megbeszéltük azt az egyik videóban, sőt, azt hiszem, hogy már lassan odáig az a cél, hogy mindenkire jusson egy gyakorlatilag, de ez a cikk 2018. szeptember 19-i viszonylag új. Arról beszélnek, hogy a kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszer fejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani, és automatikusan ki is lehet értékelni. Úgyhogy ha valakit érdekel a neuromarketing, és hogy miért volt szó az elmúlt negyed órában arról, akkor elmondom, hogy ezért. Mert az lesz az, illetve az az a rendszer, ami alapján lehetővé válik. Egyébként ezt a cikket a Láss ne csak nézz oldalról szereztem a Facebookon, ami egy nagyszerű oldal, sőt azt hiszem van egy weboldal is, úgyhogy akit érdekelnek ilyen újvilágrend dolgok, meg különböző hírek, akkor Láss ne csak nézz, az segíteni fog. Digitális diktatúra. Ez az, amiről beszélek szinte az összes videóban a kezdetektől fogva. Így foglalható össze röviden Matthew Kearney, az Ausztrál ABC News kínai tudósítója szerint az, ami az 1,4 milliárd embernek otthont adó országban épül, digitális diktatúra, és ez a HVG írja szeptemberben. Akkor, ahogy mondtam, az igazság ott van, tudják, hogy elmondhatják, mert az emberek nem értik, és nem is érdekli őket. Két kínai ember példája mutatja be ezt a történetet, ami ott kialakulóban van. Tesz jelleggel már ott húzódik az úgynevezett társadalmi kreditrendszer, amely 2020-tól mindenkire és mindenre kiterjed majd másfél év. Oké, nem tudom, hogy mindenki felfogja azt, amiről szó van, de másfél év múlva, emögött a teszt mögött, egy olyan társadalmi kreditrendszer húzódik, ami 2020-ra már mindenkire és mindenre ki fog terjedni. A társadalmi kredit olyan, mint a kaland és szerepjátékokban a képességpont. Már hányszor elmondtam, hogy az élet olyan, mint egy számítógépes játék. Persze egyébként több szinten is olyan, ez az egyik. Mint a képességpont. Csak ezt nem játékból használják, illetve aki Kínában él, egyszerűen nem dönthet úgy, hogy nem játszik. Szóval, ha ott vagy az országban, akkor része vagy a rendszernek. Ez a fenevad rendszerének a lényege. Ha ott vagy, akkor te része vagy a rendszernek. Ha nem, akkor meg mehetsz a dolgodra, de akkor kimaradsz mindabból az infrastruktúrából és azokból a juttatásokból, amit egy állam képes
az embereknek adni. És most, amikor el fog fogyni majd a munka az emberek alól, meg a pénz, meg a szociális juttatás, meg jönnek a bevándorlók, meg előregszik a társadalom, akkor majd mindenki szépen rá fog jönni, hogy a pénzt valahonnan szerezni kell, mert enni, meg inni így is, úgy is mindenkinek kell majd. A tesztben nyilván tartottak mindegyikét egy 8-900 pontos rendszerbe sorolják. Pontszámuk csak is tőlük függ, amikor a kormányzat által jónak idejét dolgot tesznek, pluszpontot kapnak, ám ha a kormány erkölcsi vagy politikai érzéke szerint helytelen dologba mennek bele, már is csökken a pontszámok. Ez természetesen, aki nyugaton él, az azt mondja, hogy hol élnek Kínában az emberek, hogy egyáltalán micsoda kommunizmus, vagy diktatúra van ott. Ez az, ami lesz mindenhol. Ez a rendszer épül ki gyakorlatilag a szemünk láttára, csak az emberek nem fogják fel. Azért van itt mindig 35 ember minden héten, vagy 40, mert ennyi ember fogja fel, hogy miről van szó egy 10 milliós országban. Úgyhogy itt tartunk. Társadalmi kreditrendszer bevezetése korábban egyszerűen lehetetlen lett volna. Alapját ugyanis a technológiai fejlettség jelenti ki. Ezt mondtam el, és nem azért mondom, hogy ezt mondtam el, hanem ez világos azok számára, akik össze tudnak adni kettőt, meg kettőt. Az a rejtély, hogy lehet az, hogy ezt nem értik az emberek. Mindazok, akik azt mondják, hogy ez mindig is így volt, meg ez így lesz 100 év múlva, meg mindig is ezt mondták. Itt van, hogy nem. Le van írva az embereknek a HVG-ben. Még azt se lehet mondani, hogy ezt Infobubble mondja, hogy ez csak az ő agyának a szüleménye. Ez olyan világos, mint a nap. Ez lehetetlen volt mindeddig, ami most történik, a szemünk láttára azért, mert a technológia nem tette ezt lehetővé. Most lehetővé teszi. Én csak nagyon remélem, hogy nagynéném feldolgozta ezt, amikor tegnap este elmagyaráztam neki, de úgy tűnt, hogy legalább valami dereng. Évek hosszú munkája ez. De szóval van remény. Van remény mindenkinél, úgyhogy ne adja föl senki, nem mondom, hogy feldolgozta, de legalább szerintem elgondolkozott azon, hogy majd ki fogja majd az ő nyugdíját fizetni, amikor kihal az ország, mikor van egy gyereke egy családnak, azt arra jut 4 nagyszülő. Meg 2 szülő, akit el kell majd tartani. Mert ugye ki fogja dolgozni majd annak a nyugdíját, annak a 4 nagyszülőnek, hogyha a 2 gyereküknek 1 gyereke van, az 1-re 6. De legyen 1-re 4. Ez tényleg olyan nehéz? Vagy ezt én találom ki? Vagy ez egy összeesküvés elmélet? Hát ezt csak utána kell számolni. Jó, legyen 1,6 gyerek van Magyarországon. Akkor 1,6 gyerekre van 4 nagyszülő. Majd meglátjuk, hogy fogja az összedolgozni az az egy gyerek. Úgy, hogy eltűnnek a munkahelyek, és nem lesz majd mit csinálni. Még most van, mert még most lehet a papírkupacokat tologatni ide-oda az asztalon, meg a semmit eladni jó pénzért. De ennek vége lesz ennek a mulatságnak hamarosan. Úgyhogy majd akkor kiderül, hogy mennyire volt ez így mindig, meg mennyire lesz így még 2000 évig, meg 4,5 milliárd évig. Országszerte kiépített, meg hogy még az emberiség még mindig talált egy megoldást erre az egészre. Hát, ja, talált. Most is talál. Országszerte kiépített több mint 200 millió kamerából álló megfigyelő hálózat kiépítése, csak kisebb falat volt ez a 200 millió. A nagyobbik kihívás... A képeket elemző és értő háttérrendszer jelentette. Ez mostanra alakult ki, legalábbis most mondják el nekünk. Én nekem meggyőződésem, hogy ez már évtizedekkel ezelőtt kialakult, és ez már nagyon-nagyon régen megy. De most itt tartunk, úgyhogy kénytelenek vagyunk elfogadni ezt. Végül is az emberek most tudták meg, úgyhogy nekik gyakorlatilag ez most van. Fogadjuk el ezt így. Ez ugyanis felismeri az állampolgárokat, járműveket, valószínűleg még egy-két kirívó cselekedetet is képes felfogni. Persze, hát gondolom, hogy nem egy ilyen mikrobi jellegű dolgot fognak létrehozni, ami éppen hogy csak megérti, hogy mi újság, hogyha 200 millió kameráról van szó, meg még hozzá akarnak adni, mit tudom, hogy hány 100 milliót. Az okostelefon alkalmazásokból, köztük üzenetküldőkből,
ugye itt a különböző social media applikációkra gondol, és különféle internetes szolgáltatásokban, például közösségi hálózatokban, talán még a Google készülő kifejezetten Kínának fejlesztett keresőjéből is szintén beérkeznek az adatok, melyeket a komplex rendszer rögtön a megfelelő állampolgárhoz kapcsol, ahogy az illető egészségügyi és banki adatait is. Úgyhogy ha alacsony lesz a pontszámod, akkor nincs TB, akkor nincs ilyen segély, olyan segély, meg amolyan segély, hanem pihenő van, és sehova. De egyébként ezt mindjárt meg is látjuk. Ha teljesen elkészül, azaz 2020-tól, ugye mindenkinek még van 18 hónapja, hogy felfogja ezt. Jó, persze ez Kína, de aki ismeri az ENSZ-nek a 2030-as programját, akkor azt tudja, hogy 2030 az a dátum, amikor ők ezt világszinten be akarják vezetni. És szerintem a terv az tökéletesen halad előre, mert az emberek azok egyre mélyebb és mélyebb kómába süllyednek bele egyébként. Úgyhogy 2030 az 11 és fél év, de másfél év múlva már látni fogjuk, hogy Kínában hogy megy ez az egész. Persze, hát igazából fogalmunk sincs, de majd meglátjuk. A megfigyelő rendszer nem csak azt látja majd, amikor a polgár bemegy a boltba, hanem az az adat is beérkezik majd a központba, hogy ki mit tolt ki a pénztáron a kosárban. Például valaki túl sok alkoholt vásárolt, az felvette a gyanúját annak, hogy alkoholista. Bár ez csak spekuláció, de valószínű, hogy ilyenkor más faktorokat is számításban vesz majd a rendszer. Például az illető vonatkozó orvosi adatait. Szóval nem lesz izé, hogy ilyen dagat vagyok, meg olyan dagat vagyok, de mégis szép vagyok, meg innen fényképezem magam, meg onnan, meg a pufi is vonzó, meg ezek a dolgok, hanem megmondják majd, hogy figyelj, csak túl sok ott a pizza, úgyhogy viszlát. Majd mi segítünk lefogyni, meg abba hagyni a dohányzást, meg megenni az állatokat, meg mit tudom én még miket. Az viszont már hivatalos, hogyha valakinél ezek alapján erkölcsön iszákosságot vél felfedezni a rendszer, akkor rögtön levont tőle néhány pontot. Jaj, ott van. Boom, azt ez csak az alkoholról van szó, még nincs szó dohányzásról, meg hogy ki mit mondott, meg ki milyen politikailag inkorrekt dolgot írt itt, ott, amott, miért nézte meg ezt a videót, meg azt a videót, meg miért, majd meglátja mindenki. Persze ez fordítva is igaz, a megfelelőnek ítélt vásárlások pontokat hozhatnak a konyhára. Nem tudom, hogy mennyi sárgarépát, meg karfiolt kell majd vásárolnom, hogy összehozzak ott néhány száz pontot, de majd meglátjuk. Mindezt valós időben, bocsánat, valami történt. Hova tartottunk? Mindezt valós időben, szóval ott a helyszínen meg is kapja az ember az ítéletet, mint Dread Bureau-ba. A rendszer nem egy-egy adat lekéréskor, vagy a nap végén összesíti, hanem az ígéretek szerint mindenkiről minden valós időben lesz elkönyvelve. Azaz, ahogy megy az ember, folyamatosan változnak majd a pontjai. Nehezíti a helyzet, hogy nem csak a saját böngészési előzmények és vásárlási szokások, hanem a családtagok, sőt, a közeli barátok viselkedése is befolyásolja az állampolgárok kormányzati megítélését. Annyira nem egyszerű ez az egész, mert lehet, hogy van ott egy ilyen félőrült nagybácsi, aki nézi a Infobubble videókat, azt az egész családot lehúzza. Ha a legjobb barátod vagy az édesapád valami rosszat mond a kormányról, te is pontokat veszítesz, tessék, boom. A cikk képi anyagában szereplő, ez egyébként az a két karakter vagy esettanulmány, akiről szó van, úgyhogy mindenki, szerintem azért is van kettő, hogy legyen egy pozitív, meg egy negatív, aztán majd mindenki látja, hogy ő melyik csoportba tartozik. De van egy, ez Dandan Fan példa, akinek tetszik mindez. Ugye ő az, akinek tök mindegy minden, az a lényeg, hogy ne kelljen gondolkodni. 36 éves marketing szakember szerint a rendszer nem tökéletes, de egy ilyen nagy és összetett ország esetében hasznos eszköz a stabilitás és a biztonság fenntartásához. Ez a droid, aki a rendszerben nagyszerűen el van. Kínai nő nem csak kedveli a rendszer, de előnyeit is élvezi, 800 pontos skálán 773 ponttal rendelkezik. Még néhány karfiol, aztán boom, 800. Ennek köszönhetően kiemelt figyelmet, VIP
ellátást kap a hotelekben és a repülőtereken. Hitelre van szüksége, nagyon kedvező feltételekkel nyújtja neki a bank, és persze hozzájutott a legjobb egyetemi képzési programokhoz és az állásokhoz, amelyekről az alacsonyabb pontszámmal rendelkezők nem is álmodhatnak. Szóval arról nincs szó, hogy ki a legjobb vagy a legmegfelelőbb arra a bizonyos szakmára, a lényeg az, hogy kinek mennyi a pontszáma ezen az aberráció listán. Ahogy a többi felsorolt előnyről sem, bizonyos pontszám alatt pedig az állam alaposan megnehezíti az állampolgárok életét, a megítélés pedig örökölhető. Jaj. Itt tartunk, ez a valóság, ez nem infobubble, meg te egy összeesküvés elmélet izé vagy, meg mit tudom én mi. Ez HVG erről ír, ez 2020-ra Kínában valóság lesz, oké? Okay? Szóval aki még nem ébredt fel, akkor annak itt van egy nagyszerű lehetőség és motiváció. Versenyezhetnek, hogy ki az, aki több pontot tud elérni ezen a skálán. Ez nem mindenkinek jó hír, ugyanis itt van Liu Hu, kínai oknyomozó újságíró, több kormányzat egészen magas szintjéig nyúló korrupciót és gyilkossági ügyeket is felderített. Azt mondja, pártja és kormány ellenségként tekint rá, mivel az alacsony... mi ez? Mivel alacsony a kreditpontja, korlátozták utazási lehetőségét, nem mozdulhat ki a városából. Hiába is próbál vonatjegyet foglalni, a szolgáltatás elutasítja kérését. Szóval pihenőbe van a haver. Állítása szerint 2 millió követőt számláló közösségi csatornáit is lekapcsolták. Hú, azt mondja, a kínaiak szeme el van takarva, fülükbe van fogva, keveset tudnak a világról, egy illúzióban élnek. Kísértetésen hasonlít a gondolkodás módunk Hu-val. Meggondolom néhányan itt, legalábbis remélem, akik hallgatják ezt az egészet, egyetértenek Liu Hu-val. Úgyhogy látják, hogy mi az a jövő, ami vár rájuk többek közt. Kinek mennyi pontja van, azt egyébként nem titkolják, de Dandan Fan az ABC News újságírójának megmutatta azt az alkalmazást, melyen okos telefonjáról bármikor ránézhet az aktuális megítélésére. Én azt hittem, hogy ez csak egy fiktív történet, de ez a valóság. Szóval ez két valóságos karakter. Szükségünk van egy társadalmi kreditrendszerre, ahogy Xi Jinping, ez az elnök, mondja, gazdag és demokratikus ország leszünk, fogalmazta meg véleményét az ausztrál újságírónak Dandan Fan férje, szintén kiváló pontszámmal rendelkező CIO Chang, mit tudom én, ki ez. Az feltűnt valakinek, hogy azt mondja, hogy demokratikus ország leszünk egy ilyen rendszer bevezetése után? Ha ezt bevezetik, Kína lesz a világ első digitális diktatúrája, fogalmazta meg véleményét az ausztrál tudósító. Persze élnek olyanok ázsiai országban, akik az ő véleményét osztják. Még jó, hogy van néhány ember, aki gondolkodik azért 1,4 milliárd ember között. Úgyhogy aki esetleg fenntartásokkal fogadja azt, amiről beszélek, akkor annak ott van a HVG, és akkor böngészheti azt nyugodtan, aztán eldöntheti, hogy ki az, akinek hisz, meg melyik világban akar élni, az álomvilágban, vagy megpróbál a valóságból valahogy kikecmeregni abból a lyukból, amiben belecsúszott az élete során. A következő, ez a film lenne, és még van néhány cikk, amit meg akartam mutatni, de hát nézzünk bele ezúttal. Ugye erről a filmről lesz szó, de még egyet megmutatok az Indexről, akkor szemünk előtt épül ki a digitális diktatúra, sőt, hát ez múlt időben van, szemünk előtt épült ki a digitális diktatúra, ez ugye Kínáról szól szintén. Azt, hogy még 10 éve vad, szkifinek tűnhetett, de ma már valóság, néhány éven belül teljesen megszilárdulhat a digitális diktatúra Kínában. Tökéletesen fejlesztett arcfelismerés, szokásokat, megnyilvánulásokat elemző algoritmusok, mesterséges intelligencia segítségével jutalmazott és büntetett alattvalók, egy szóval totális megfigyelés kora jön el, és nincs, ami a folyamatot megállítsa. Nem is tudtam volna gyönyörűbben összefoglalni, úgyhogy Dezső András telibe találta.
Még egyszer nem olvasom ezt az egészet, de... Oké. Nagyjából ugyanazt mondja el egyébként András, mint amit az előző cikkben is megtudhattunk. Ez ugye egy nagyszerű kép, ha már a biztonsági kamerákról van szó, tutira kell menni. És különösen akkor, mikor az embernek minden szó szerint rándulását, arcrándulását fel akarják ismerni, meg rögzíteni, meg elemezni akarják, úgyhogy még ezt megmutatom. A Kínai Tudományos Akadémia kutatói más egyetemekkel együttműködve akkor egy egyedülálló technológiát fejlesztettek ki az adatok begyűjtésére, ez 2014, amely egyszerre szerzett információt az arcok 91 különböző szögből. 91. A fizetéssel kapcsolatos rendszer úgy működik, hogy a felhasználók telepítenek egy alkalmazást telefonjukra, ami egy pillanat alatt azonosítja őket, aztán összekapcsolják bankkártyájukkal az appot. 3 évvel később már arcfelismerő szoftverrel tartották szemmel az egyik pekingi egyetemista egyetemi kollégistáit gondolom. Most már az sem számít rendkívülinek, hogy a középiskolai diákok órai viselkedését arcfelismerő szoftverekkel figyelik. Kamerák semleges, boldog, szomorú, csalódott, ilyet, mérges, meglepett arckifejezéseket tudnak felismerni, valamint 6 féle viselkedést, hogy a tanuló áll, olvas, ír, jelentkezik, a tanára figyel, vagy esetleg az asztalon fetreng-e. Mindezek eltörpülnek a nagy társadalmi kreditrendszer mellett. Ennek a lényege, hogy Kínában az embereket az állam, egy állami rendszer pontozza, és nem csak magánszemélyeket, hanem civil szervezeteket és cégeket is. A pontrendszer már most működik, de 2020-tól kötelező lesz. Kínában 2020-tól kötelező lesz. Vajon mi lesz akkor, amikor azt mondják majd, hogy itt kötelező lesz? A sok ember, aki azt mondogatja, hogy ez mindig is így volt, meg majd kitalálunk valamit, meg az emberiség mindig fennmaradt több tízezer éven át, meg százezer éven át, most is kitalálunk majd valamit. Majd meglátjuk, hogy mi az, amit kitalálunk. Az emberek szokásaik, viselkedésük, társadalmi státuszuk, környezetük egyaránt befolyásol, hogy mennyi kreditük van. Ez hihetetlen. Én ezt nem is tudtam, hogy még a családok is lehúzzák az ember. Hamar ki fognak innen tenni. Minél magasabb valakinek a pontszáma, annál könnyebben boldogul az életben, könnyebben kap állást, hitelt, ugyanez fordítva, minél kevesebb a kredit, annál nehezebben jut egyről kettőre. Ha például valaki az államhoz lojális minisztériumi dolgozó, egyébként szerintem az lesz az egyik munkahely, ami meg fog maradni, hiszen az a semmittevő brigád, aki most ott van, az nyilván arra törekszik, hogy egyre több olyan semmittevő legyen, aki az egyik aktakupacot áttologatja majd a másik asztalra, meg kávé közben kifesti a körmét, meg megbeszéli, hogy ki kivel mit csinált, meg mit nem csinált. De azon kívül az összes többi munka szép lassan el fog tűnni. Rendőrre nyilván szükség lesz, meg tűzoltóra, meg talán mentőre. És ezek lesznek az elsők, akik majd a rendszerbe bekerülnek, akármilyen módszer is legyen, az csíp, vagy tetoválás, vagy ez, vagy az, vagy beültetett, akármi, hiszen ők azok, akik az államapparátusban benne vannak. Szóval az, aki az államnak dolgozik, az számíthat arra, hogy ő lesz az elsők között, aki a rendszerbe be kell, hogy lépjen majd, vagy mehet amerre lát. Aki nem ellensége a rendszernek, magas pontszámra számíthat, míg egy olyan ember, aki valamiért csípi az államhatalom szemét, sokkal kevesebbre. Utcákon, tereket, közintézményekben, üzletekben elhelyezett kamerák, arcfelismerő szoftverek segítségével gyűjtik be az adatokat, így az emberek kénytelenek jól viselkedni, ha nem szeretnék, hogy hátrány érje őket. Remélem már mindenki olvasta Orwell 1984 című művét, az erről szól 1948-ból, vagy 47-ből azt hiszem. Szóval 70 évvel ezelőtt ők már ezt tudták, ők 70 évvel ezelőtt elmondták nekünk, úgyhogy akkor mindenki elképzelhető, hogy mikor tudták, hogy ez lesz. Ezt a fajta népnevelést könnyen el tudja adni a kínai
állami propaganda, ha közbiztonság felől közelíti meg, most már akkor mindenki érti, hogy miért van a sok terror hoax, meg a muszlim terrorista, meg belehajt a tömegbe a hoax busz, meg kamion, meg felrobbant ez, meg X lelőtte azt. Ugyanez a helyzet itt is. Elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. A térfigyelő kamerák mögött az arcfelismerő algoritmusok pillanatok alatt megtalálhatják a szökevényeket. Rengeteg ilyen hírrel van tele a kínai média. Aki nem látta az új robotzsaru ezt csinálja tulajdonképpen, egy kamera segítségével elkapdosott az embereket. Rengeteg ilyen hírrel van tele a kínai média. Van, aki 60 ezer néző között találnak meg egy körözött férfit, máskor a pályaudvaron, kamerás szemüveggel, járőröző rendőrök gyűjtenek be, így több tucat bűnözőt. Hát, nagyon gyorsan megpróbálom. Csak egy percet kérek. Hát ha megtalálom azt a jelenetet, ami pont ezt mutatja be. Mert gyakorlatilag szó szerint erről van szó. Egy pillanat. A filmben. De... Hát lehet, hogy... Pedig ez is nagyszerű lenne, de nem akarok ebbe belemenni, most már elhúzódna az idő, de... Oké, nem, majd legközelebb. De egyébként találtam egy videót, ami arról szól, hogy 5 dolog a robotzsaruban, és honnan tudták, hogy ez lesz 1987-ben. Mármint, hogy honnan tudták 1987-ben, hogy majd ez lesz a valóság 2018-ban. Onnan tudták, egyébként ez az a videó, így középen, onnan tudták, hogy ez volt a terv. Szóval az, aki azt hiszi, hogy ez az egész egy véletlennek az eredménye, az egy álomvilágban él. De ezt nem fogjuk most megnézni. Úgyhogy ez Kína, itt van a pontrendszer, mert mindenki tudja nézni a saját kis pontszámait, meg hogy melyik kis nebuló figyel, meg melyik aludt el, meg melyik játszik a telefonján, meg melyik mit csinál, és akkor küld a rendszer egy értesítést a tanárnak, hogy X meg Y ezt csinálja, meg elaludt, meg unatkozik, úgyhogy nem lesz padrafirkálás, meg a szokásos dolgok, hanem az lesz, hogy lehet, hogy a robot tanár odajön, azt mit tudom én, mit csinál. Persze megvan erre a saját magyarázatuk. Ugye a totális megfigyelés ijesztő népnevelést igazolják. Ez szerint a kínai társadalom utóbbi évtizedek változása miatt az ismerősök társadalmából az idegenek társadalmává vált. Ismerős a dolog mindenkinek? Hogy hogyan jutottunk egy két generáció alatt, hogy az egész falu együtt dolgozik odáig, hogy azt se tudja senki, hogy kivel lakik egy lépcsőházban, mert soha nem látja, nem is érdekli. Viszont van 2000 ismerőse, akivel soha nem találkozott, meg semmit nem tud róla, de minden nap azon gondolkodik, hogy hány ezek közül az idegenek közül lájkolta a képeit, meg a századik profilképét, hányan szerezték, meg hányan írták oda, hogy gyönyörű, vagy Katikám, meg mit tudom én, Kim. Ez csak Kínában van így. Ez így van az egész világon. Azért az egész világ egy rendszert alkot. Vannak kísérleti területek, úgy, mint az USA, meg Kína, meg Észak-Korea, meg ilyen-olyan dolgok, meg Venezuela, de összességében ez az egész világ egy ritmusa jár. 2030 az ENSZ tervezetének a kezdete. Úgyhogy 2020 egy másik, de én szerintem módosították azt az időpontot 2020-ra, úgyhogy mindenki meg tudja nézni az ENSZ honlapján ennek a Agenda 2030-nek a 17 pontját, ami a fenntartható fejlődés 17 pontja. És abból mindenki megértheti, hogy mi az, amire számítani lehet. És akkor itt nem is kell összeesküvés elméletekre rámenni, meg ilyen-olyan dolgokra, hanem egyszerűen csak oda le van írva, hogy mi az, ami lesz. Az, ami a filmekből tudunk. Közigazgatási területekre fel van osztva a világ, és az emberek be vannak szorítva bizonyos területekre úgy, hogy a többi az ő hatáskörükön kívül van, és mindenki része ennek a rendszernek, aztán úgy ugrál, ahogy ők fütyülnek, különben
nincsen TB, nincsen juttatás, nincsen általános alapjövedelem, mivel nincs munka, nincs semmi, ezért mindenki azt csinál, amit ők mondanak, vagy mehet, az akkor él a területen kívül. Persze előtte még biztos valami átnevelő táborban azért megpróbálják meggyőzni arról, hogy ez egy nagyszerű rendszer, és érdemes lenne maradni. Oké, ha az emberek már nem a megfelelő erkölcsi értékek szerint cselekszenek, mármint az állam szerint nem megfelelő erkölcsi értékek szerint cselekszenek, akkor bizony szükség van egy rendszerre, mely korlátozza a cselekedeteiket. Ezt állítja például a Kínai Tudományos Akadémia. Azt hiszi valaki, hogy mi olyan messze vagyunk ettől, hogy itt is ez legyen. Addig csinálják a terror hoaxot, meg a bevándorlást, meg addig szűnnek meg a munkahelyek, meg addig megy a háború a világban, meg a betegség, meg az éhínség, meg ezek a dolgok, amik az emberek azt fogják mondani, hogy nekünk kell egy ilyen rendszer. Már most a legtöbb fiatal szerintem abban az állapotban éli a világát, hogy tönkretesszük a földet, meg állandóan háborúzunk, meg a vallás rossz, meg ezek a dolgok. Hát rossznak rossz, de annyira nem, mint az, amit ők képviselnek. Szóval ez abszolút nincs messze ez a világ tőlünk. Sőt, szerintem mi egy lépéssel vagyunk lemaradva, csak azért nincs itt még, mert úgy gondolták, hogy valami oknál fogva az lesz a kísérleti terület. Miközben, ahogy erőmmel jutunk, a rendszer valóban hasznos lehetne számos égető probléma kezelésében. Tessék, itt van! A korrupciótól, az adóelkerüléstől, a hatékonyabb egészségügyi rendszeren, jobb élelmiszerbiztonságon át a környezetszennyezés csökkentéséig. Boom! Mindenki láthatja, hogy mi az, amire kimegy ez az egész játék. Korrupció, ők csinálják a korrupciót, nem? Én nem csinálom a korrupciót. A legtöbb embernek köze nincs a korrupcióhoz. A politikus az, aki a korrupciót csinálja. Az adóelkerülés, ezek a dolgok, mind őket érinti legfőbbképpen. Az egészségügyi rendszer, hát hogyha nem mérgeznék az embereket, meg megtanítanák arra, hogy mit kell lenni, meg hogy kellene élni, akkor az egészségügyi rendszerre nem lenne szükség azon kívül, hogy összerakják azt, aki összetörte magát. Az élelmiszer biztonságról nem is beszélve. Az a szemét, amit a legtöbb ember megeszik, az mind a rendszertől jön. Ezek a problémákat a rendszer generálja. A környezetszennyezésről nem is beszélve. Meggyőzték a világot arra, hogy mi vagyunk a földnek a rákfenéi, és mi szemetelünk, meg mi veszük meg az egyesével csomagolt banánt. Hát valaki oda rakja az egyesével csomagolt banánt, nem? Én nekem meggyőződésem, hogy mióta ez a környezetszennyezés, meg ez a nagy zöld életmód elkezdődött, azóta sokkal több műanyagot használok fel, mint az előtt. És én nem is hiszem, hogy ez az én hibám. Mindenhol műanyag van. Műanyag műanyagban van csomagolva. Aztán abban van egy kis valami, ami szintén műanyag, de úgy néz ki, mint egy chips, vagy úgy néz ki, mint egy, mit tudom, puffasztott rizs. De van rajta 4 műanyag réteg. És ők arról beszélnek, hogy megmenteni a környezetet. Mikor még mindig van, még mindig csak ömlik ki a műanyagba csomagolt műanyag, meg a szemét úgy, mint élelmiszer. Ellopnak mindent, hazudnak reggeltől estig, és arról beszélnek, hogy ez a rendszer majd meg fog minket óvni tőlük, vagy hogy gondolja? A rendszer minket érint, azok, akik irányítják ezt a világot, teljesen mindegy, hogy van neki csipje, vagy nem, ő úgyis irányítani fogja, nem? A hazugság úgyis megy majd tovább akkor is. Na mindegy. Oké, a kínai kormány több mint 170 millió mesterséges intelligenciával és arcfelismerő technológiával megtámogató kamerát telepített eddig, de a következő években még további 400 millió kamerát akarnak üzembe helyezni. 600 millió lehet, elég lesz egy időre. Oké, a totális megfigyelés Kínában egy régi hagyományon alapul, az állam úgy véli, hogy csak egy erős, autoriter rendszer tud rendet teremteni egy turbulens országban. Ez, gondolom, ez egy ilyen, hát nehezen tudnám lefordítani, de mindegy. Kína egy ideje változásokon ment keresztül, bla bla bla. Oké, szóval, hát ennyit. Ez itt Alipay, egyébként még ezt lehet, hogy megmutatom. Opa. A cenzúra és az állami erőszak szervezet erős marad, emberek mégis szabadabbnak érezhették magukat. Ez gondolom a kommunizmus.
Ez a hozzáállás nagyban segítette az elmúlt évtizedben a kínai gazdaság növekedjen, csak a gazdasági növekedés már érezhetően lelassult. A hatalom ezért félelmében az autoritár eszközökhöz nyúl, azért, hogy biztosra menjen, úgy tűnik a digitális diktatúrában látja a képet. A rendszerhez lojális embereket jutalmazza, a rendszer veszélyeseket bünteti. Az eredmény döbbenetes. Az Ausztrál ABC hosszabb cikkben mutatta be, hogy már működik a gyakorlatban a társadalmi kreditrendszer. Erről olvastunk az előbb. Ez már megy, ez a dolog. Ez most működik, ez nem a jövő, meg ez egy összeesküvés elmélet, meg blablabla. Ezután megnézhetjük a két példát, amiről már szó volt. Öt tényező befolyásolja a pontszámot. A kínai PayPal, az Alipay rendszerén keresztül fizetett vásárlások hányszor mennyit költöttek a felhasználók. Szóval mostantól mindenki figyelni fogja majd, hogy mi az, amit vesz. Időben fizetett számlák az Alipay-en keresztül. Időben fizetett hitelkártya tartozások az Alipay-en keresztül. Személyes adatok, mint a lakóhely foglalkozás megadása, pont azért jár, hogy a felhasználók egyáltalán megadják ezeket az adatokat, azok tartalma elvileg nem számít be. Hát akkor minek adjam meg? Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit írok be, csak adjam meg az adatokat, de amúgy meg nem számít. De azért, hogyha megadom, akkor azért plusz pont jár. Érdekes gondolkodásmód. Vigyen haza, aztán jöjjön vissza, hogy hozzon vissza. Plusz pontot jelent, ha valakinek csatlakoznak a barátai is, de csak maga a csatlakozás, a barátok személyes adatai nem számítanak a saját pontokba. Nem is értem, hogy... De ezek szerint ilyen szinten vannak az emberek. Hogy azt mondja, hogy fontos, a pluszpontot az azért, ha csatlakoznak, de maga a csatlakozás, meg azoknak az adatai, meg a kik azok, az nem számít. Ezt nem is értem, hogy ezt valaki komolyan veszi ezt az egészet, hogy ez így van. Ez nem is tudom, ez utópia, az utópiában benne. Olyan, mint a Nincs 2-4 nélkül, egyébként abban mondta, azt hiszem, hogy vigyen haza minket először, aztán jöjjön vissza értünk, és vigyen ki minket a repülőtérre. Aztán azt mondtattak, hogy jó, nem probléma. Az ellenpélda, akit az ABC felhozott, igen, ez az oknyomozó újságíró, bla bla bla. Szóval, ez a helyzet. Itt tartunk, úgyhogy nyugodjon meg mindenki, nincsen gáz, csatlakozzon a rendszerhez, adja meg az adatait, az adatok nem számítanak, a lényeg az, hogy meg legyenek adva. Jane Kopsek has been to see a film where the plot changes depending on your reactions. Ez egy filmről szól ez a rész, és én ezt találtam a legérdekesebb meg az egészben. Egyébként ez a rendszer szintén arra a technológiára épül, amit a neuromarketingben megismerhettünk, és egy pillanat. És el fogják mondani azt szépen, hogy ahogyan az ember nézi ezt a filmet, akkor közben változik annak a tartalma attól függően, ugye az adatok, amiket megfigyel a rendszer, az idegrendszeri változásokat, azok alapján változtatja a forgatókönyvet így menet közben, és megpróbálja az érdeklődést fenntartani, illetve fokozni, amennyiben az lehetséges. Gyakorlatilag az ember maga rendez egy filmet. Here at the University of Nottingham, where I might just see the greatest film that's ever been made, because it's being made by me, using my brainwaves. Ez az agyhalott élvezi persze, fogalm sincs arról, hogy miről van szó, de az agyhullámok segítségével tudja az ember irányítani a filmet, és ez Nottingham, szerintem ez, hát nem tudom, én azt gyanítom, hogy Anglia, de lehet, hogy ki fog derülni. This must be it. This tiny adapted caravan is where I will watch the movie my mind would most like to see. Hoppa, a film címe... This tiny adapted caravan is where I will watch the movie my... A film címe az The Moment, és ez egy agy által irányított film. Ugye ez itt a főcím, szóval gyakorlatilag ez a koncepció, amiről beszéltem, és ebben a kis karavánban van ez az egész jelenet. My mind would most like to see. So we're just going to fit you with this EEG headset, clips on, and then there's a sensor on your forehead as well. So this EEG headset's monitoring my brain activity. És ez az a szerkezet, amit ráraknak a fejére, és ez az, ami érzékeli az agyhullámokat majd.
Yeah, it picks up EEG data, the really tiny electrical signals sent off by the firing of your neurons. So the signal's good. We'll press play. Enjoy. I remember you would become all these different people. There are three similar... És ugye gyakorlatilag nézi a filmet, közben pedig ez változni fog annak megfelelően, hogy hogyan reagál rá. Három különböző történetből lehet választani, és akkor annak megfelelően, ahogyan az agya viselkedik, a mesterség és intelligencia változtatja a forgatókönyvet. Over 101 trillion possible combinations per viewing. Ezt nem is értettem ezt a számot, de megnézzük még egyszer. Out of to make up a unique film with over 101 trillion possible combinations. 101 trilliárd lehetséges verzió van. Szóval három különböző történet, és azon belül így a jelenetek kombinációjának segítségével 101 ezer, hogy is van? 101, nem is tudom, 101 trilliárd. Az a lényeg, ennyi verzióból választhat az ember. Gyakorlatilag minden alkalommal más filmet lehet majd látni. Szerintem, hogyha bárki ott ül, minden alkalommal akkor is más filmet látna, annyi kombinációt lehetetlen felhasználni. Is that my brain activity now? This is your data, yeah. So you can see your alpha waves, your gamma waves, your beta waves there. And they're just sending out a string of numbers. The more focused my brain is, the longer the scenes are. Okay, hogyha koncentrált az agy és odafigyel, ugye az előbb arról beszélt, hogy az alfa hullám, gamma hullám, meg az összes többit felfogja ez a rendszer. Minél inkább fókuszál az agy a történetre, annál hosszabban megy az a jelenet. Amint az agy kikapcsol, vagy lankad a figyelem, akkor átvált ez az egész egy másik jelenetre szépen lassan. More the narrative holds together. If I lose focus, the computer cuts the scenes more rapidly. So it's a pretty surreal experience watching a film that you're creating as you're going along. Effektíve, amiről beszél, az az, hogy a film ott alakul ki az ember szeme láttára. A jelenetek megvannak előre természetesen, de változik annak megfelelően, ugye ezt már elmondtam, ahogyan az agy működik. The whole concept behind this project as a whole was inspired by what was happening with these social media bubbles that are still about, but during like 2016 we saw Gamergate with Brexit, with the American election, and how like a small group of people could influence larger groups. Érdekes, amit mond, arról beszél, hogy az ötlet onnan jött, illetve nem is feltétlenül onnan jött, hanem nagy hatása volt annak, hogy látták a különböző botrányokat a médiában, és rájöttek, hogy egy kis csoportja az embereknek hogyan tud manipulálni egy egész társadalmat. Azért mondom, hogy az igazság gyakorlatilag mindenhol ott van. Tulajdonképpen nem lehet visszatartani. Nem is akarják az igazságot visszatartani. Ők egyszerűen tudják, hogy az emberek nem értik meg. The moment is designed to be watched twice in a row by groups of around five, where two people take turns watching the movie with the headset on. Két ember, ugye úgy találták ki, hogy öt ember nézi egyszer, és abból kettőnek van a fején ez a kis szerkezet, tehát az alapján változik a film, ami a kettőnek a tulajdonképpen az összhatása. Érdekes maga a koncepció egyébként. People then observe the different ways the narrative changes. So how did you find the film? Really interesting. Did it make you think about your relationship with technology? For me, yeah, and also like a little bit about, you know, like society, about like people not thinking about what they're doing. Ugye azt mondja, hogy elgondolkozott azon, hogy a társadalomban az emberek nem gondolkoznak azon, hogy mit csinálnak. Nekem is az a lány erről beszélt, hogy ez volt az egyik érdekes dolog, amit levont úgy, mint egy konklúziót abból, amit látott a filmet. Prefer having an artist, Ugye Droid arról beszél, hogy ő jobban szereti azt, hogyha valaki megcsinálja neki a filmet, egy művész, és akkor inkább, mint hogy a saját elméjére hagyatkozzon. Picking a message for me, and then it does whatever it does to me, rather than me making my own message. Feels like. Szóval azt mondja, hogy neki kell egy üzenet, amit adnak neki, inkább mint hogy ő kiválasztja a saját üzenetét. Szóval gyakorlatilag neki nem jött be. Like I would be living in my own bubble. I would like the artist to pick the film for me. I don't want to live inside my bubble any more than I. Ez a droid is arról beszél, ők úgy hívják, hogy az volt a tapasztalatuk, hogy mivel ők csinálják a filmet, ezért olyan, mintha a saját buborékukban lennének, ha már a bubble-ról van szó. És ő nekik ez nem jött be, ők inkább szeretnének másnak a buborékában élni.
És ijesztő ez az egész egy kicsit. Ijesztőnek nem mondanám, hogy ijesztő, de az biztos, hogy egy különös dolog. What my end game really is just to ask people to consider critically the technology we use and why it's being used in that way. The Moment has its world premiere at Sheffield Dockfest on June 7th. After that, the caravan will hit the road across the UK. Sheffield, szóval ez az Egyesült Királyság, ahol van ez az egész, és onnan indul majd egy turnéra az országban. És ugye Moment, vagyis pillanat ennek a filmnek, hogyha lehet ezt egyáltalán filmnek nevezni, címe. Mindenesetre egy nagyon érdekes koncepció. Ezután rátérnek az iskolák. Az iskolákban erre a megfigyelősdire még lehet, hogy azt meg fogjuk nézni. Pillanat. Hogy mi is az, amit mondanánk. Arról beszélnek itt, hogy oké. Én egyébként az, hogy a fenevad rendszerének kiépülése, vagy nem is tudom, milyennek az egésznek a címe, én ezt csak azért választottam, fenevad rendszere, csak azért választottam, mert olyan jól hangzott, és valahogy úgy gondoltam, hogy a technológia diktatúra után valami más kellene kitalálni, de most már valahogy látom, hogy tudat alatt, vagy lehet, hogy a HUA irányítása alatt mégiscsak ez egy nagyszerű címnek bizonyul. Ugyanis itt arról beszélnek, ez egy Los Angeles Times cikk egyébként, hogy a szakértők azt mondják, hogy az a technológia, ami felismeri, illetve azonosítja az arcot, az egy dolog. De az érzelmeknek a monitorozása, illetve figyelemmel kísérése mesterséges intelligencia által hajtott különböző eszközök segítségével, az már az egészet egy másik szintre emeli. De ami érdekesebb, az a következő mondat, és ők ebbe belesorolják azt is, hogy már nem csak a kamerákkal megy ez az egész műsor, hanem különböző kalapokkal és sapkákkal, amelyekbe szenzorokat építettek, hogy az agy tevékenységet figyelemmel kísérjék, az agy hullámokat felismerjék, és azokat azonosítsák, és az abban bekövetkező változásokból megállapítsák az embernek a közérzetét. Szóval most már nem csak az arcfelismerésnél tartunk, még fél évvel ezelőtt, de lehet, hogy fél évese volt, még 3-4 hónappal ezelőtt, mikor beszéltünk korábban az arcfelismerésről, még akkor arról volt szó, hogy az arcot felismerik. Most már arról van szó, hogy az ember érzelmeit is monitorozzák, illetve figyelemmel kísérjék az agyhullámot különböző sapkákkal, meg fejre szerelhető ezzel, azzal, meg amazzal. Mennyi idő vajon, míg eljutunk odáig, hogy kialakul egy olyan beépíthető technológia, amely elfogadható lesz, illetve elfogadott lesz majd széles körben a társadalomban. Ha most erről van szó itt. Arról, ugye hát itt ez a szokásos dolog megint felmerül, hogy az emberjogi aktivisták arról beszélnek, hogy ez az érzelmi megfigyelés, ami Kínában ugye része a biztonsági ellenőrzésnek, ez egy orwelli világot készít elő, illetve ahhoz hasonlít, amelyekben az emberek nem tudnak elmenekülni az állam szemétől, és a nyomás belekényszeríti az embereket egy általános társadalmi viselkedés formába. Akkor mi a helyzet? Realize, whose clients have included Mars and LG, specialize in emotion detection and neuromarketing. Ez ugye megint csak visszamegy a Realize-hoz,
amikor is a neuromarketingről van szó, és arcfelismerésről. Egyébként érdekes módon itt már sokkal több érzelmet azonosítanak, boldogság, ijegység, figyelem, meglepetés, zavartság, undor, szomorúság. Hát amikor az ember ugye figyel, és érdeklődés tulajdonképpen, hát ezeket nem tudom, hogy pontosan mik ezek. They use facial cues to gauge consumers' reactions when viewing adverts so that messages can be refined to hit the right spot. Ugye arcfelismerés és az alapján különböző osztályzatokat adnak az embereknek, mikor azok nézik a reklámokat, és ez a visszajelzés segít abban, hogy módosítsák azokat annak megfelelően, hogy hatékonyabbak legyenek. And I'm putting that to the test with the help of some classic BBC clips. Nice and cool, son. Nice and cool, you know what I mean? Ugye ezt le tudja ellenőrizni, nézi ezeket a videókat, és akkor felismeri a rendszer az ahhoz tartozó arckifejezéseket. Még ezen gyorsan, ez az utolsó egyébként, ez egy perc, és aztán befejeztük. Using just a webcam, realize they're going to measure my emotional response. So you're clearly mapping features of the face here. Ez egészen megdöbbentő egyébként, ami történik, ezt gondolom, vagyis hát nagyon remélem, hogy mindenki érti, hogy mi az, ami zajlik a képernyőn, de folyamatosan, állandóan ez a kamera, illetve maga a rendszer ellenőrzés alatt tartja az arcát, és ezeknek az érzelmeknek a skáláját láthatjuk itt, hogy hogyan változik az, ahogyan nézi ezt a filmet, az érzelem ugye az ember arcán. Ezen kívül ennek egyébként mutatja az intenzitását is. Szóval egyes nyilvánvaló, hogy a meglepődésnek is vannak különböző fokozatai. Szóval nem csak azonosítja azt, hogy most meglepődött az ember, hanem hogy milyen fokban lepődött meg. Érdekes az, hogy összesíti a vizsgált embereknek az adatait. Szóval gyakorlatilag folyamatosan tanul, ez a lényeg. Nyilvánvaló, hogy a rendszer tudja, hogy mit jelent nagyjából az, hogy zavart, vagy undor, vagy szomorúság. De minél több arcot lát, annál egyszerűbb számára felismerni, és annál egyszerűbb az intenzitás meghatározni. Szóval, ha kitesz valaki 600 millió kamerát, akkor vajon mennyi idő alatt fejlődik a rendszer hova? And is it enough to look at the eyebrows to see surprise and the curve of the mouth to see happiness or sadness? Yeah, the face is surprisingly revealing. We human understand body language quite well. It's a huge part. It's some say 80% of our communication. Ugye, amit mondasz, érdekes, arról beszél, hogy a nonverbális kommunikáció az nagyjából 80%-a a kommunikációnak az emberek között. Most ez mennyire igaz, azt nem tudom, de hogyha nézem az embereket az utcán, akkor úgy tűnik, meg ha hallgatok néhány előadót a YouTube-ban, akkor az biztos, hogy amit mondanak, semmi értelme nincs, úgyhogy valami információnak valahonnan érkeznie kell. De hogy 80% lenne, azt abban nem vagyok biztos. De azt mondják, érdekes névválasztás egyébként, Real Eyes, úgy mint valódi szemek. But computers have not had that ability until now. Right now we work within marketing because emotions drive what people do. The more people feel, the more they tend to do. So we see in real time how people respond and pick up that signal of where is the true emotional connection between a brand and the audience. Amit keresnek igazából az az, hogy hol van a valódi érzelmi kapcsolat a márka, illetve az ember között, és ez az, amit kiszűrnek az alapján, amit látnak az ember arcán. People would find it creepy that their computer is starting to read their emotions and possibly tailor what they see. És jogos a felvetés, de hát az, hogy mennyire az emberek találják ezt furcsának, hogy a számítógép megfigyeli őket, és változtatja az ő reakcióiknak megfelelően a tartalmat, amit látnak, hát azt nem tudom, de az minden esetre érdekes, különösen úgy, hogy ha összekapcsoljuk a kínai dologgal, ami történik. Either to influence them or just to respond to their emotions. Yeah, in that sense I don't think the emotion analytics is any different to any new technology. People are always skeptical in the beginning. Érdekes ismét csak, amit mondott ez a karakter, az pedig az, hogy az embereknek mindig furcsa az új technológia, aztán szépen idővel megszokják azt, és ez pontosan így van. Az emberek először megpróbálnak ellenállni, de aztán szépen lassan beletörődnek az egészbe. What tends to happen is that then at some point when this technology really starts to help people in different ways, then they understand the value of it and it becomes normal.
És egyszer ez az egész teljesen normálissá válik, hiszen az emberek hozzászoknak, és utána már nem lesz ez nekik egy nagy dolog egyáltalán. Most ezen a ponton, hát lehet, hogy megállunk. Ez ugye player.hu, hát borzongató, Kínában már pontozzák az embereket azt szerint, hogy mennyire jó állampolgárok, ez ugyanazt mutatja be egyébként, amit eddig láttunk. Itt van egy lehetséges verziója ennek az egésznek, ugye itt vannak a különböző emberek, és akkor láthatjuk a pontjaikat, és azok alapján, ahogyan a rendszer megkülönbözteti őket. Itt van az applikáció, mutatja, hogy kinek mennyi pontja van, és hát ez tulajdonképpen a valóság Kínában. Ezt már még egyszer nem fogjuk megnézni. De még annyit megmutatnék mielőtt ezt az egészet. Jaj, most itt kimaradt mindenki a filmből, de hát végül is nem veszítettek sokat. Még annyit megmutatnék, egy pillanat, hagyd keresem meg, mert még néhány cikket szerettem volna. Csak úgy, hogy mennyire bizarr is ez az egész, ami történik a világban. Itt van az egyik. Ez Computer World, és arról beszélünk, hogy rohamosan terjed Amerikában az arcfelismerés. A Delta még idén biometrikus ellenőrző rendszert vezet be az atlantai repülőtéren, külföldieknek kötelező lesz átesnie rajta. Biometrikus ellenőrző rendszer azt jelenti, hogy az ember testének valamely részét használja az azonosításra, úgy, mint a retina, az arc, a tenyér, az új lenyomat, szag, mit tudom én mi. És ez a Delta légitársaság, szóval ez nem egy összeesküvés elmélet, hanem ez Atlantába közlekedő járatokon már így lesz. A Delta légitársaság még idén arcfelismerést vezet be a Hartsfield-Jackson Atlanta nemzetközi repülőtéren. A biometrikus ellenőrzés nem mindenkinek lesz kötelező, de aki ezt választja, hamarabb be tud csekkolni. Úgy, ahogy Kínában, bizonyos előnyökkel jár, ha valaki együttműködik a rendszerrel. Külföldieknek viszont mindenképpen át kell esniük ezen. Az összegyűjtött információkat csak 2 hétig tárolják, hát ezt nem tudom, hogy valaki ezt még elhiszi a mai világban, de szerintem már nagynéném se. Viszont a kilépési adatok az amerikai állampolgárok, a zöld kártya tulajdonosoknál egy, a külföldiek esetében több évtizedig is megőrzésre kerül majd. De hát a sokadik cég, amely biztonsági rendszert készül üzembe helyezni az Egyesült Államok repülőterein, a technológia már most 14 repülőtéren működik, hogy kiszűrje a hamis okmánnyal közlekedőket. Nem is tudom, mit gondolnak ezek az emberek. Hamis okmány. A DC, ez gondolom Washington, Dallas repülőtéren 2015-ben, a New York JFK-n 2016-ban kezdte meg az arcfelismerő rendszer a működését, mindkettőt szélesebb biometrikus ellenőrző rendszer részének szánják, mert az utasok mozgását, kilépéseket irányítja majd. Szóval ez csak egy része a szélesebb biometrikus ellenőrző rendszernek. Szóval ez nem minden, azokból a dolgokból, ami készül, ez csak annak egy része. De hát még a lényeg az csak most jön, ezért is akartam még néhány percet kérni. Nem tudom, hogy eljutunk-e az Apple-ig, de hát ha. Arcfelismerő rendszert építettek lazacoknak. A norvég vállalat fejlesztése révén több millió az ország fjordjai közelében az akvakultúrákban úszkáló atlanti lazacot akarnak majd megfigyelni. A cél az, hogy kiszűrjék a megbetegedett állatokat, melyek veszélyt jelentettek az egész populációra. A halaknak is van megkülönböztető arcuk, megfelelő szoftveres technológiával, 3D szkennerrel, többek közt a lazacok fején, szemei, száján, körül levő foltok mintázatából lehet azonosítani a különböző fajokat. Boom! Szóval a halak sem fognak tudni elmenekülni. De a másik cikkben amúgy tehenekről van szó. A lényeg az, hogy ez egy halászati vállalat, és ugye mivel a halak feljönnek a felszín közelébe, oda telepítik a kamerákat, és akkor ez alapján fogják azonosítani majd
ezeket a halakat, és vizsgálgatni őket. A lazac megfigyelő rendszer tesztelése már meg is indult egy olyan telepen, ahol 200 ezer halat tartanak fogva 160 méter széles, 35 méter mély tengeri hálóban. Naponta 4-szer jönnek a felszínre, és ez az a pillanat, amikor a kamerákkal felszerelt csatornán át kell úszniuk, és itt vizsgálják meg őket. Oké. Okay. Arcfelismeréssel védik a halak egészségét, ez ugyanaz a történet. Csak, de mondjuk ez egy amerikai, Cargill idén jelentette be, hogy egy ír startup-a arcfelismerő rendszert dolgozta ki teheneknek. A szkennerrel figyelik, mennyi táplálékot, vizet fogyasztanak, vagy hogy mikorra esnek a nőstények termékeny napjai. Oké. Okay. Utána mondják ezt a lazacos bizniszt újra, ahogyan a halaknak is arcfelismerő kamerát fejlesztett ki. Arcfelismerő rendszerre nyomul a kínai Airbnb. Ez az Airbnb-t, aki ismeri, az egy utazási app, ahol szállást lehet foglalni. Ez a Xiaozu.com, ez ugye a kínai verzió az Airbnb-nek, ami természetesen az Alibaba egyik leányvállalata, végülis minden az Kínában. 300 millió dolláros injekcióhoz jutottak az Alibaba leköszönő vezéréhez, Jack Ma-hoz köthető befektetési alaptól. Jack Ma tulajdonképpen ugyanolyan, mint Julian Assange, vagy Edward Snowden, vagy Bill Gates, vagy Elon Musk, Warren Buffett, George Bush, egy színész ebben a nagy színházban, egy kitalált karakter, aki eljátszik egy szerepet. Nagyszerűen mellesleg. Mondjuk az a helyzet, hogy ő még ilyen bizarrul is néz ki, valahogy mint egy torszülött, még a torszülöttek között is. Szóval a cég egyelőre nem közölt új számokat a piaci értékkel kapcsolatban. Legutóbb 2017 novemberében adtak ki adatokat növekedésről, az akkor ugye 1 milliárd dollárt ért a cég, ezt akkor egy 120 millió dolláros befektetés előzte meg, bla bla bla. Szóval áprilisban indult el a szálláskiadók részére nyújtott szolgáltatás, ennek alapján a kiadóknak nem kell közvetlen kapcsolatban lépni a vendéggel, a tulajdonosok lehetőséget kapnak arra, hogy az ajtókon interneten átnyitható zártó speciális zárakkal szereli fel az ajtókat, de még a takarítást is a cég biztosítja, hogyha igénylik. Az ajtó zárakhoz kapcsolódóan már 40 városban használják az Alibaba arcfelismerő rendszerét a lakásokban. 500 ezer tétet meghaladó aktív kínálati oldala. Mondjuk az Kínában nem hiszem, hogy sok, de azért 500 ezer az nem rossz. Oké. Okay. Hát itt van, mondjuk ezt kiixeltem, úgyhogy ez már kimarad. Ezen a ponton én be is fejeztem, és aztán folytatni fogjuk egy hét múlva. Hogyha még egy percet várok, hogyha esetleg gyorsan valakinek van valami kérdése, akkor azt meg tudjuk beszélni, de holnap egyébként fel fogom tölteni a Nemek harca egy új részét, aztán jövő héten meg egy másikat, csak azért, hogyha valaki esetleg türelmetlen, hogy mi lesz, hogy lesz, akkor ez a terv. Próbálok még egy filmes videót összehozni, majd attól függ, hogy egyáltalán lesz erre idő még a héten, meg úgy általában kapacitás, mert azt szeretném talán. Most meg fogom próbálni ezúttal a, nem tudom mi a címe, de ez a Circle, amiben Tom Hanks játszik, meg elfelejtettem ki az a lány, mindegy, erről a social network dologról, úgyhogy az a terv, hát hogy aztán mi lesz ebből, meg mikorra, azt nem tudom. Szombaton találkozunk a Yahoo útján, és tovább folytatjuk Máté 5. fejezetet, 16. rész, azt hiszem. Illetve még egy videó lesz majd a Yahoo útján, az is azt hiszem, hogy csütörtökön, az pedig
az pedig a névvel kapcsolatban szerintem nagyszerűen sikerült, úgyhogy hála Yahoo-nak, de abból mindenki szerintem közelebb kerülhet, már nem feltétlen mi, de mondjuk fel lehet használni arra, hogy megértetné az emberekkel mondjuk a név, a nevek jelentőségét, a héber szavak jelentőségét, hogyha esetleg valaki küzd ezzel a problémával. 5 éven belül ide is elérhet a kreditrendszer? Hát nem tudom. Az a helyzet, hogy Magyarország szerintem meg Kelet-Európa egy speciális helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy Magyarországtól keletre levő részek, régiókat már csak a káoszban fogják tudni belekényszeríteni ebbe a rendszerbe. Erkölcsileg Magyarország egy hibrid, a nyugati aberráció és a keleti ortodox hozzáállás között, de Magyarországtól keletre levő országokat nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy képesek legyenek belekényszeríteni ebbe a rendszerbe a káosz előtt. Nyugat-Európa készen állna elfogadni ezt a rendszert szerintem holnap, viszont a gondolkodásmód annyira más keleten, mivel még keleten az úgynevezett keresztény erkölcs, meg az az értékrendszer sokkal-sokkal erősebb, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európa, Észak-Amerika egy korcs, egy erkölcsi fertő tulajdonképpen. De Magyarország, különösen Magyarországtól keletre lövő régiók egész más helyzetben vannak. Szóval különböző stratégiát kell alkalmazniuk szerintem ezekhez. Különböző más a stratégia Afrikában, más a stratégia a úgynevezett közel-keleten, távol-keletről nem is beszélve. Láthatjuk, hogy Kínában mi a helyzet. Ausztrália gyakorlatilag csatlakozik azokhoz az aberrált országokhoz, amiket Nyugat-Európa, Skandinávia, tulajdonképpen minden Európa, ami tőlünk nyugatra van, Észak-Amerika, illetve a skandináv országok, Ausztrália, az egy rendszer. Szóval ők készen állnak, én úgy gondolom, hogy Japán is készen állnak, Kína természetesen, India nagyon-nagyon közel van, de Kelet-Európa, Oroszország, illetve Dél-Amerika szerintem nem annyira. De én azt gondolom, hogy Kelet-Európa van talán a legmesszebb tőle, de ez csak az én, nem tudom, valahogy így látom. Különböző régiók vannak, különböző készenléti stádiumban. Az biztos, hogy Afrika készen áll, hiszen ott akkora a nyomor, hogy nekik gyakorlatilag mindegy. Az úgynevezett nyugati világ, vagy az angol száz gyarmatbirodalom, ott az emberek olyan primitív szinten vannak, hogy nekik gyakorlatilag mindegy. Dél-Amerika meg szerintem olyan szegénységben van, hogy ők hozzászoktak ehhez, szóval azt másképp látom. Szerintem Kelet-Európa, illetve Oroszország az, amit tartja a frontot valamilyen szinten, de mondom, ez azért bonyolultabb ennél. És akkor ahogy haladunk dél-kelet felé, ott ismét csak romlik a helyzet, mert ugye mondjuk Bulgária, Görögország, Törökország, és akkor onnan, ahogy haladunk a muszlim országok közül, azokat azért nehezebb lenne ebbe az egészbe belevinni. Úgyhogy 5 év itt nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon itt szükség van a káoszra ahhoz, hogy ez a rendszer mindenhol szükség van. Szóval az a lényeg, hogy a káosz meg fogja előzni ezt a rendszer. Az én meglátásom egyértelműen az. Sőt, biztos vagyok benne, így tűnik logikusnak. A káosz, illetve ez a hosszú távú szenvedés az, ami az embereket befogja ebbe az egészbe kényszeríteni. Szóval az embereket rá kell kényszeríteni, de nem úgy, hogy egy pisztolyt teszek a fejükhöz, hanem sokkal inkább a körülményeket úgy fogják alakítani, hogy az emberek benne akarnak majd lenni ebbe az egészbe. És ahhoz időre van szükség. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a nagy káosz előtt jön el ez a rendszer, amit mi úgy hívunk, hogy a fennevad rendszer. Meg mindenki, vagy új világrend, vagy világkormány, vagy kinek mi szimpatikus, végül is teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy
én attól nem tartanék, hogy most itt biztos vagy benne, hogy szépen lassan elkezd majd kialakulni, de én, ez az én meglátásom ezzel kapcsolatban. De ez mostanában alakul ki csak, ahogy figyelem jobban a magyar politikai dolgokat, mert olyan furcsán alakul, hogy mi szembe helyezkedünk az EU-val valamilyen szinten, ugyanakkor a keleti régióval meg azért jobb kapcsolatot ápolunk. Szóval ez geopolitika, ez bonyolultabb annál, mint hogy én meg tudnám érteni, vagy megfejteni, de ez az, ahogy látom. Oké. Okay. Aki most ébredt fel, hogy mi a következő lépés? Hát figyelj, ez a 800 videó elvezet oda, úgyhogy én nem aggódni. Még van idő, úgyhogy nyugalom. Aki még nem látta mind a 800 videót, a szépen nyugodtan az elejétől végignézheti, gyorsítsa fel egy kicsit, akkor hamarabb vége, és aztán minden kérdésre az választ fog adni. De egyelőre 2018. október 16-án ez a dolgok állása. Köszönet Yahoo-nak a segítségért, mindenkinek a figyelemért, osszátok meg a videókat, amíg lehet, minél több helyen, minél több emberrel, mert végülis az a lényeg, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja, és shalom.